Köszöntöm nézőket, beszélgető társam Daliné Kuruc Éva, a Szent Pál Marista Általános Iskola pedagógusa, és beszélgetésünk egy nagyon szép apropója van, hiszen a napokban Karcagváros pedagógiai díját vehette polgármester úrtól. Szeretnék ehhez először is gratulálni. Nagyon szépen köszönöm. Azt gondolom, hogy ez még nagyon friss élmény, de mit szólt, amikor átvette a díjat, meghatódott, gondolom. Igen, abszolút váratlanul ért a dolog, nem számítottam rá. Úgyhogy ezúttal is szeretnék ismételten köszönetet mondani, mint az iskola vezetésnek, mint a képviselőtestületnek, hogy méltónak találtak erre az elismerésre engem. Én azt gondolom, hogy ez egy nagy öröm a család és az egész, tehát a nagy családnak mondhatjuk a maristásokat, hiszen mindig arról beszélünk, hogy tulajdonképpen ott már egy nagy családként élnek. De hogyan is kezdődött a pályafutása, amikor még nem maristások voltak, úgy tudom, akkor is ott dolgozott már. Igen, én már nagyon rég voltam pályakezdő, közel 40 évvel ezelőtt kezdtem orosz történelem szakosként, ugyanabban az iskolában, ahol most is vagyok, és egyébként gyerekként is oda jártam. És igazándiból a tantárgyak, a választott tantárgyak szeretete és a tanítás lehetősége vonzott engem nagyon. Aztán az évek tapasztalatai során rájöttem, hogy pedagógusnak lenni az sokkal több, mint tanítani. Nem, mint ha tanítani egyszerű lenne, mint ezt esetleg gondolják néhányan, de sokkal összetettebb, sokkal sokrétűbb feladat ez. Igazi hivatástudatot igényel, azt gondolom, elkötelezettséget a gyerekek felé, ahhoz, hogy valaki ezt akarja csinálni. Amikor pályát választott a pedagógusok között, volt olyan, aki példaképe volt, vagy a családban volt több pedagógus, és az ő hatásukra lett pedagógus? A családban nincs pedagógus egy sem. Igazából nem mondhatom, hogy valamelyik tanárom hatására lettem én pedagógus, ugyanakkor ez nem azt jelenti, hogy nem voltak olyanok, akik különösen közel álltam, vagy bocsánatot kérek, akik különösen közel álltak hozzá. Úgy diákként voltak, mint már tanárként is, tehát kollégák közt is voltak, vannak olyanok, akikre nagyon felnéztem, és tanultam tőlük sokat. Milyen érzés volt első nap belépni az iskolába, oda, ahol diák volt, és utána pedig elment oda tanítani? Hogyan fogadták? Nem most volt, hiszen elmondta az előbb, hogy nagyon régóta ott van, de emlékszik még arra az első napra, hogy azt gondolom azért maradandó emlék. Igen, nagyon tetszett a dolog egyébként, meg gyakorlaton is voltam ott már előtte egy hónapig, és egykori tanáraim szeretettel fogadtak, kivétel nélkül, és ez jól esett. Támogattak is engem a kezdetekkor. Akkor ki volt még az igazgató? Akkor Cénege Gyuláné Marika néni volt az igazgató, akire úgy emlékszem, mint aki nagyon meghatározó, igen, és tiszteletre méltó, kiváló szakember volt, és ember is egyúttal. Van még ott olyan kollega, akivel együtt kezdett, és még ott van? Hát már lassan elfogyunk. Van még igazából egy, és egy óraadó kolléganőm van még, de vannak tanítványaim is, egykori tanítványaim. Mi tartotta idézőjelbe téve zárdorosként ott, az Zárdorban, hiszen azért nagyon sokan így ismertük, hogy a Zárdor iskola. Miért nem ment el, biztos, hogy hívták volna máshova, és miért maradt ott, miért ragaszkodott egykori iskolájához? Ami engem ott tartott, az a tantestület. A mi tantestületünk az rendkívül összetartó, nagyon innovatív, befogadó, egymást támogató csapat vagyunk. És ez volt a legmeghatározóbb abban, hogy én soha nem akartam innen elmenni. Aztán jöttek a marista testvérek, és most már azt is elmondhatom, hogy büszke vagyok rá, hogy a marista családtagja lehetek, amelyben testvérek és laikusok együtt olyan meghatározó értékeket képviselnek és közvetítenek a gyerekek felé, úgy, hogy a gyerekek is családtagok, mint például a szeretet, Mária tisztelete, az egyszerűség, az alázatosság, a munka megbecsülése. Úgy gondolom, hogy ezek örökérvényű értékek, amiket mi képviselünk, és nálunk valóban családias a hangulat. Tehát lehet, hogy ez nagy szavaknak hangzik, de nem az, ez a valóság.
kívülállóként mi is ezt látjuk, akárhányszor megyünk az iskolába, viszont az elmúlt 4 évtizedben láthatta a fejlődést is, hogy amikor oda került, és a mostani a csúcs, és tulajdonképpen a mostani új épületszárny az egy csúcs technológiával készült, és tényleg a berendezése is. Hogyan élték ezt meg, hogy elindultak egy kicsit rosszabb körülmények közül, és most meg eljutottak ide 21. századinak mondható körülmények közé? Hát nagyon boldogok vagyunk mindannyian. Azért a Marista testvéreknek hálával tartozunk, mert ők nagyon sok mindenben támogatnak bennünket, sok mindenben segítettek nekünk. Egyébként mi mindig egy gyermekközpontú tantestület voltunk, hogy erre is kitérjek, de ők ezt az érzést csak elmélyítették bennünk csodálatos módon, és abban is támogattak, hogy nyithassunk a város felé, tehát rengeteg ötletük van, és természetesen hozzájárultak ahhoz is, hogy az oktatás feltételei javulhassanak. Úgyhogy ennek az új épületnek is rendkívül örülünk, és már bepakoltuk, berendeztük, az utolsó simítások vannak hátra, és akkor ősszel már betöltheti a funkcióját. Én szeretnék még egyszer gratulálni ehhez a rangos elismeréshez, és jó munkát kívánok Önnek a következő tanévre is. Nagyon szépen köszönöm, és újra megköszönöm ezt a díjat, mert igazán úgy éltem meg, mint elismerést, és nagy örömmel töltött el, hogy gondoltak rám, úgy az iskola vezetés, mint a képviselőtestület, úgyhogy azzal zárom, hogy ismételten köszönöm szépen, és a beszélgetést is, hogy itt lehettem. Én is köszönöm a beszélgetést, nézőinknek pedig a figyelmet.